Szent Máté könyvéből. Abban az időben, miden Jézus a kenyérszaporítás után csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátott az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ő ott volt egymagában. Csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fúj. Éjszaka negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértetés, rémületükben felkiáltotta. Jézus azonban megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, Uram, ha te vagy, azt parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijent, és merülni kezdett, felkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomba kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá, kicsinyítő, miért kételkedtél? Mikor beszállt a bárkába, a szél elállt. Csónakba levők pedig leborultak előtte, és így szóltak. Te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igény. Krisztusban testvéreim, talán jó, ha odafigyelünk boldog John Henry Newman figyelmeztetésére, hogy soha ne feledjük, hogy az evangéliumok főszereplője az Isten. Hogy a názáreti Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Enélkül az evangélium mesekönyv. Az evangélium érthetetlen. Ezért tesszük le a hitvallást minden vasárnap. Hogy abban a hitben, abban a meggyőződésben olvassuk, hogy ő egylényegű az Atyával. Igen. Ha most az elhangzott evangéliumra gondolunk, amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. De Jézus nincs egyedül. Éppen az imádság az Istennel való egység. Ami örök istenségében állandó esemény, az a beszélgetés. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek beszélgetnek, de nem szavakkal. Nincs a beszédnek tárgya, hanem szeretnek. Most egész emberségét bevonja ebbe az örök isteni párbeszédbe, amelynek lényege, hogy engedi magát szeretni, és ő is szeret. Emberi lévén nyilván vannak kérdései, van hálaadása, van engesztelés a bűnökért, de az imádságnak a legmélye, Jézus imádságáé, az, hogy egész emberségére kiárasztja, hogy az Atya szeretheti őt, és ő viszont szereti. Testvérek, az olyan megdöbbentő lehetett, hogy ezek a tenyeres talpas, galileai halászok megkívánták. Ilyen nem tapasztaltak. Jézus nem ima szövegeket mondott. Hanem amikor egyszer lejött a hegyről, azt mondták, hogy Mester, taníts meg minket imádkozni. És akkor így szólt, amikor imádkoztok, így imádkozzatok, mi atyánk. Testvérek, ami a mi atyánkban föl van sorolva kérés, az mind ezen belül van. A mi atyánknak a lényeg az, hogy mi atyánk. És Jézus, az Isten fia nem hazudik.
Tehát aki benne hisz, annak az részesül az ő istenségéből. És ezért nekünk az atya az édesatyánk. Nem csak a földből lettünk alkotva. Nem csak ennek a világnak része vagyunk, hanem öröktől fogva az embert felemelte erre az isteni szintre, de az ember ezt elvágta. Ez minden szenvedésünk oka. Nem politikai, nem gazdasági bajaink vannak, nem pszichológiai bajaink, hanem Isten bajunk. Ez az élet kibírhatatlan, megoldhatatlan, rettenetes, az Istennel való élő, egzisztenciális kapcsolat nélkül, hogy fölvesz minket az isteni természetbe. Testvére, amíg ide el nem jut egy keresztény katolikus, addig nem keresztény katolikus. Addig minden széthull. Szent Péter mondja, hogy az isteni természet részesévé lettünk. Ezért nem mostoha apaként szólítjuk az Atya Istent, hanem úgy, akik belőle is lettünk. Ez a leszármazás az Istentől. Jézus ezért jött. Igen, igen. Tehát akkor az az imádság lényege, hogy tudatosítom magamat, hogy egy Isten öröktől fogva szeret engem. Ez a kapcsolat az imádság. És ebben a kapcsolatban nincs halál. Hogy lehetne halál? Ahol én engedem szeretni magamat az Istentől, és szeretem őt, mert Krisztus megadta nekem az isteni természetet, ott nincs halál. A keresztény imádság Jézus Krisztus imádságából való részvétel. Akármit kérünk, testvérek, akármit megköszönünk, az imádság tartalmánál végtelenül több az, hogy Istenem, Atyám. Amit kérünk, az mellékes, hogy gyógyíts meg. Hát meggyógyulok, utána megbetegszek, azt meghalok. Intézd el ezt vagy azt. Hát lehet, hogy elintézi, kedvez nekem. De az imádságnak a lényege, hogy ott belül, ha hiszek Jézus Krisztusban, akkor én az Istennek vér szerinti rokona vagyok. Hogy fölvett engem az ő isteni természetébe. Ez a keresztény imádság. Testvérek, minden nap kellene egy pici idő. Mondjuk a rózsafüzét, mondjuk sok imádságot, de csak előcsarnokám az imádságnak, az nem maga az imádság. Sok-sok szöveg után egyszer csak eljutok oda, hogy Isten, te vagy az én Istenem. Tulajdonképpen így senkim sincs. És ha te öröktől fogva akarsz, hol van ott a halál? Ott nincs. Ott örök élet van. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól, hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Az éjszaka negyedik őrváltása idején Jézus elindult, és feléjük a vizen járva ment. A háborgó tenger, az ősvizek robajos örjöngése, az embert elnyelni készülő halálnak a képe. Az imádkozó Jézus emberségét teljesen az Istenség mélységeibe merítette. Ott belül Jézus imádságának mélységeiben nincs halál, vagyis nincs elszakadás az Atyától. Teste halandó, de ő halhatatlan. Minket ebből a halhatatlan életből részesített. Ezt mutatja a háborgó tenger vizén való járás. Testvérek, a csoda az arra való, hogy azt mutassa be, hogy mi van akkor, amikor nincs csoda. Az imádkozó Jézus, ott, ahol imádkozik, ott nincs halál. Tehát e világ törvényei fölött van. Most ez áttör az emberi természetén, és ezért a fizika törvényei fölött van. Ez azt jelenti, hogy a halál fölött van a teste is. Ugyanakkor majd meghal a kereszten. Igen, de ez a csoda azt mutatja, hogy
hogy amikor majd haldoklik, a halálban nincs halál. A halálban élet van, ha Istennel kapcsolatban vagyok. Ott rejtve van ez a kapcsolat. Ezért mondja, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis életemet. A zsidó kifejezés, illetve az arám nyelven azt jelenti, hogy jogi kifejezés. Úgy adom a testemet, életemet, hogy vissza is veszem. Testvérek, amikor az imádkozó Jézus nem akart ő vizen járni, de most ez a kapcsolat az atyával, ez kiverődik a testére, és a halállal megjelölt világ fölött van. Akkor is ott van, amikor haldoklik. Mert ez a kapcsolat az él. A csoda annak látványa, ami a nem csodában, a csoda ellentétében rejtve van. Ezt a halhatatlan, a világon uralkodó életet hozta el nekünk. A vizenjárás az imádság lényegét teszi láthatóvá. Aki imádkozik, de így nem csak szöveget mond, hanem tudatosítja magába, hogy Jézus által ő az atyának a istenségében részesült, a Szentlélek kiáradt a mi énünkbe, a szívünkbe. Testvérek, aki ezt tudatosítja, az a vizen jár. Vagyis ennek a világnak a törvényei egy ponton nem érvényesek. A testünk meghal, de lelkünk él, és föltámasztja az utolsó napon Krisztus. Igen. Nem csak Jézus, az Isten fia, hanem akik hisznek benne, azok is Isten gyermekek, részesednek ebből a halálon és a fizikán fölülmúló életből. Ezt mutatja Péter esete. Szó szerint esett, mert beleesett a vízbe. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületekben kiáltoztak. De Jézus azonnal megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki, testvérek, ez egy zseni. Ez egy zseni. A kiszólásaiba is zseni. Bocsánat, még a bűneibe is. A bűnbánatába még inkább. Hát hogy lehet ilyent kérni? Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ez megértette, hogy a Jézussal való kapcsolat az Jézus létmódjából részesít. Azt mondja, jöjj! És megy a vízen. Amíg Jézusra néz. Amikor a háborgó tengerre, akkor süllyed. Ments meg! Kicsinyítő, miért kételkedtél? Ez a Jézus felé menetel, ez a mindennapi mélységes imádság. Testvérem, meg kell tanulnod így imádkozni. Mert egyébként vagy megbolondulunk, vagy szétesik az életünk. Nem lehet kibírni enélkül. A jót se lehet kibírni. Ez a bensőséges örök kapcsolat az örök Istennel, amit ő akart velünk Jézus Krisztusban. Akkor azt jelenti, hogy a világ ugyanolyan marad, mint amilyen volt. Sokszor mondták, hogy atya, ebben a mai háborgó életben mindig ilyen volt, mindig mai volt az élet. Mindig. Ezt mondja Newman bíboros, aki ott élt az óceán mellett. A keresztény, aki valóban hisz, olyan, mint az óceán. A fölületen hatalmas viharok lehetnek. Betegségek a családba. Harag. Egyik rokon haragszik. Aztán munkanélküliség, megoldatlan helyzetek, a gyerekeknek, hogy rossz felé mennek, őrület. De a keresztény, aki Krisztusban kapaszkodott, az olyan, mint az óceán mélyén csend van és béke. Annak a jele, hogy nem tudsz imádkozni, hogy mindenen kiborulsz, mindenen fölindulsz. Tehát a napi események lemennek oda a lélek mélyébe, ahova nem mehet le. Testvérem, nem lehet megtanítani senkit imádkozni, de meg tudunk tanulni imádkozni. Mint ahogy senki se tanított minket magyarul beszélni, de megtanultunk. Hogyan? Néztük a nagyokat. Olvasd a szentektől. Legyél rajongója egy-egy szentnek. Olvass el mindent tőle. Egyszer te is azon a szinten leszel. Hidd el.
ne elégedj meg azzal, hogy eddig imádkoztál. Ez semmi. Az imádság lényeg ez, hogy tudatosítom, hogy Jézus által az Atya Isten engem fölvett az ő isteni fiának természetébe a Szentlélek által. És akkor ne nézd a háborgó tengerre, és körülötted is csend lesz. Most a felszínre kerül a Jézussal való kapcsolat lényege. A hit és az imádság lényege nem akármilyen hit lényege, hanem a Jézus istenségébe vetett hit lényege, az fölemel téged a világ felé. Ez egyetlen egyszer fordult elő, hogy Péter és az apostol társai látták Jézust a vizen menni, és hogy Péter is a vizen ment. És akkor megtanulták, hogy amikor ez nem sikerül, a mélyben akkor is ez van. Ha elmerülök, akkor is ott van Isten, hiszen Jézus is elmerült a halálba. Ez a világ Isten teremtő akaratába kapaszkodik. A kövek, minden, ami van, a növények, az állatok, azért vannak, mert Isten azt mondta, hogy legyen. És az egész létük ebbe kapaszkodik, ebbe az isteni akaratba. Az embert viszont felszabadította, hogy ne csak mint egy tárgy, mint egy test tartozzunk a világhoz, hanem szabadon is belekapaszkodjunk. És hogyha ezt az ember megszakítja, akkor nincs értelme az életének. Nem tud megkapaszkodni. Igen, neki az embernek nem elég testként öntudatlanul kapaszkodni ebbe a világba, hanem szabadságával, szellemi lényével, a hitáltal bele kell kapaszkodnia az Istenbe. Ez az embernek a világban a léte. Péter és társai is, mi is megtanultuk, hogy az örök élet az az Istennel való kapcsolat. Az nem a halálunk után kezdődik. Most kezdődik, amikor engedem, hogy szeressen Isten, és én próbálom viszont szeretni. Ez a kapcsolat a halálban is halál feletti. Különösen megmutatta ezt az Úr és a föltámadásában, amikor átment a testi halálon, de harmadnapra megjelent új dicsőséges testben. Tehát igazolta az, hogy azon a sötét alagútban is velünk van az Atya Isten, a Szentlélek, és ő is velünk van. A halálban ott van az Atya, Fiú és a Szentlélek. Nincs halál. Nincs, csak átmenet. Pászka, húsvét. Egyébként ez egy húsvéti jelenet. A tudósok kibogozták, hogy kérem, mit keres ez itt az evangélium közepén, hiszen tipikus húsvéti jelenet, azt hiszik, hogy szellemet látnak, ugyanazzal köszönti, hogy én vagyok, ne féljetek, ez húsvét. Azért hozták az apostolok ezt az egy húsvéti jelenetet, bedolgozták Jézus földi életébe, pontosan, hogy ezt értették meg, hogy amikor a földi életben vagyunk még, hogy a halál előtt vagyunk, akkor már a Jézusba vetett hit az ő húsvéti dicsőségében részesít minket. A csónakban levők leborultak előtte, és így szóltak, te valóban Isten fia vagy. Mi is Péter csónakjába vagyunk. Noé bárkájába. És amikor felmutatom a szentséget, akkor mind leborulunk előtte, és így szólunk, ilyen tanítást kapva tőle, te valóban Isten fia vagy. Amen.